Kisperegen vagyunk, nem messze a román határtól. Szabóéknál 19 éve egyik napról a másikra fordult fel a világ. Az asszony Zsuzsanna terhessége látszólag teljesen normálisan zajlott. A szüléskor azonban minden megváltozott, kiderült ugyanis, hogy egy baba helyett kettő van, és a baj hatalmas. Az orvosok a szülés után még napokig nem merték elárulni az asszonynak a megdöbbentő igazságot. Az anyukám meg a férjemtől tudtam meg, hogy na, két kislány van, és össze vannak nőve. Se orvos, se senki ezt évelem nem közölte, hanem a férjem meg az anyukám mondta. Fogalmunk nem volt hozzá, hogy hogy nézhet neki, majd csak aztán, mikor láttuk az újságokból, azt akkor így tudtuk meg. A kisperegi szijámi ikrek történetét a TV2 szinte percről percre nyomon követte. Melkas szegcsont részére terjed ki. A jó Istenben nagyon bízunk, hogy sikerülni fog ez a műtétenek, sikerülnie kell. Izabella és Melinda, akik bár átestek egy szétválasztó műtéten, de mégis immár 19 éve elválaszthatatlanok. És ahogy ők mondják, örökre azok is maradnak. Talában én szoktam hívni Vikét, de valamikor ő szól bele, felveszi neki vagy anya, vagy Brigi, és akkor már ő szól bele, hogy szia, mit csinálsz, vagy gyere haza. Minden 200. terhességre egy szijámi iker pár jut, de többségük meg sem születik. Magyarországon március elején újabb szijámi ikerpár jött világra. Laura és Patricia egy törzsel, egy gerinccel, két lábbal, karral és fejjel, két szívvel egy szívburokban, és egy élethez elegendő, azaz öt tüdőlebennyel jött világra. Ők csak egy órát élhettek. A hírek szerint édesanyjuk nem kapott megfelelő terhes gondozást. De ha kapott volna, akkor sem biztos, hogy sikerült volna megmenteni őket. A mellcsontjuknál összenőve a szijámi Meklong faluban, a mai Tájföld területén született a két kisfiú, Chang és Eng. Ők az első ismert szijámi ikerpár. 1811-ben a fiúk csodájára járt egész Szijám, különösen, hogy egy mutatványos, sok pénz reményében gyakorlatilag megvette őket a szüleiktől. A gyerekeket vásári látványosságként mutogatta. A vándorcirkosszal jutottak el az Egyesült Államokba, és ott is váltak nagykorúvá, ami egyben a szabadságot is jelentette számukra. Akkor már önállóan dönthettek saját sorsukról. Egy nővérpárt vettek feleségül, összesen 21 gyermekük született. Közöttük nem volt szijámi iker. Az orvostudomány mai állása szerint a szijámi iker terhességnek genetikai oka van. Ezek a gyerekek minden esetben egypetélyű ikrek, de hogy miért nem tudnak ketté válni, sokáig rejtély volt. A választ a genetikus dr. Tidrendszer Zsolt szerint a terhesség első napjaiban kell keresni, amikor a megtermékenyült petesejt zigóta állapotba kerül. Ekkor kellene teljesen ketté válnia. De ennek van egy olyan speciális esete, amikor ez a szétválási folyamat, ez nem megfelelő módon történik meg, illetve nagyon későn történik meg, általában az a 12.-13. nap után a megtermékenyülés követően, és ilyenkor előfordulhat, hogy bizonyos részeknél a két embrió együtt marad. Hogy ez az összenővés milyen mértékű, az gyakorlatilag a véletlen műve. Önök is emlékezhetnek a brit Abigail és Brittany Hanselre, a szijámi ikerpárra, akik egy testtel és két fejjel jöttek világra. A ma már felnőtt ikerpár az egész életét kamerák előtt éli. Hétköznapjaikból először dokumentumfilm, majd reality sorozat készült. Nekik, mivel közös testük van, soha nem lesz lehetőségük az egymástól független életre. De külön-külön talán nem is lennének boldogok. A szijámi ikrek között ugyanis még erősebb az a bizonyos lelki kötelék, ami az egypetélyű ikreket jellemzi. De menjünk vissza az időben 19 évet. Az erdélyi Kisperegről származó magyar házaspár kislányai császármetszéssel születtek. A szegedi gyerekklinikán az összes orvos azon tanakodott, hogyan lehetne szétválasztani a két kislányt, és ezzel megmenteni az életüket. A műtét mellett döntöttek, hiszen mindenki arra törekedett, hogy a kislányok jövője rendeződjön. Légzésüket gyógyszerrel leállítva, géppel lélegeztetni kezdtük, és mind a ketten jó nagy adag morfin típusú fájdalomcsillapítót, meg egyéb kiegészítőt. A külvilágtól leválasztó, a vegetatív hidegrendszert is tompító szereket kaptak. A műtét sikerült, így egy helyett immár két kislányra gyarapodott a Szabó család.
Melinda egészséges, de Izabella nem tud járni, és a szellemi fejlődése is lelassult. Izabellával is mindent elkövettük volna, hogy lábra tudtuk volna állítani, vagy legalább annyi, hogy valami járókerettel, vagy valami eszközzel tudott volna járni, de sajnos így van, így fogadjuk el őket, így szeressük, így imádjuk, ugye Izike? Őket így szeressük most már. Egy dolog viszont tökéletesen működik, az pedig a két immár 19 éves lány egymás iránti ragaszkodása. Még talán óvodás lettem, amikor már kezdett bennem tudatosulni, hogy nekem van egy ikertestvérem. Ugye hát ezt tudta az egész falu az óvodában, és mindenki, a gyerekek is tudták, úgyhogy ez elég hamar tudatosult bennem. Szóval egyfajta telepátia ez, láthatatlan, mégis elképesztően erős kapocs, ami, ahogy Melinda fogalmazott, örökre megmaradt kettejük között. Szerintem Izabellát nem fogom sose magára hagyni. Remélem, hogy ez így marad mindig, és egybe leszünk. Melinda talán így még jobban tudja értékelni azt az esélyt, amit testvérével, Izabellával együtt 19 éve kapott.